Már igényelhető az influenza elleni ingyenes védőoltás a házi és üzemorvosoknál. Az influenza-szerű megbetegedések október végén, november elején jelennek meg. Döntő többségük vírusos eredetű, enyhébb tünetekkel, náthával, kölgéssel, orfolyással és levertséggel jár. A tipikus influenza ezzel szemben hirtelen kezdődő, magas lázzal, száraz kölgéssel, izületi fájdalmakkal járó betegség. Az oltóanyagok felkészítik az immunrendszert a vétekezésre, mondta dr. Győri Gábor, házi orvos. A védőoltások fontosságát az fémjelzi, hogy maga az influenza betegség, Ugyan átvészelhető, de természetesen nagyon kellemetlen. Ugyanakkor nagyon sokszor bakteriális szövődményekkel jár, ami nagyon hosszas, antibiotikumos kezeléssel járó munkából, illetve iskolából kieső időszakot vonz maga után, és ezt elkerülendő szoktuk javasolni az influenza elleni védőoltásokat. Magyarországon a gyermekek 6 hónapos kortól kaphatják meg a védőoltást, ami a vírusnak egy részét tartalmazza. A tavalyi évtől két éves kortól elérhető, élő, gyengített vakcina is, amit az orva kell befecskendezni. Az idősebb korosztály kétféle oltást vehet fel, mondta a házi orvos. Van az az előbb említett partikulum vakcina, ami nem tartalmazza az egész vírust, hanem csak az új lenyomatát, amit a szervezetünk immunrendszere felismer, és ellene kellő mennyiségű ellenanyagot termel. A másik védőoltás, ami szintén ingyenesen elérhető házi orvosoknál a tartós, súlyos betegek számára, az pedig az egész vírust tartalmazza, de elölten, inaktiváltan. Az oltás beadását esetlegesen kísérheti néhány kellemetlen tünet, mint például a láz, fejfájás, gyengeség. Ezek a jelenségek átmeneti jellegűek.